Hagyományteremtő szándékkal 2017-ben először rendezték meg Jászfényszarun a Fénynapok és Fesztivált. A rendezvény nagy sikerére való tekintettel idén is egy héten keresztül közel 25 programot kínálnak a szervezők a településre látogatóknak. A játék lényeges. Gyermektáborral indult a hét, a lurkók hétfőn foglalták el táborhelyüket, majd a vadászháznál kezdték meg az egyhetes programot. Az óvodás korosztálytól egészen a középiskolásokig volt jelentkező, összesen 65 gyermek. Nagyon örülünk neki, hogy immár második alkalommal tudjuk megszervezni a fénytábort, amelynek a cél közönsége a Jászfényszarui, a Jászfényszarról elszármazott szülőknek a gyermekei. A célunk az, hogy jöjjenek haza, legyenek itt Jászfényszarun, töltsenek itt a gyerekek egy hetet, és ezzel is erősítsük a helyi kötődést a gyerekekben. Úgy gondolom, ez a cél megvalósult, mert nagyon sok elszármazott szülőnek jött vissza a táborba a gyereke, sok nagyszülőnél nyaraló gyerek bekapcsolódott ebbe a munkába, ebbe a programba, és aminek szintén nagyon örülünk, hogy nagyon sokan vagyunk, 65 gyerekkel dolgozunk a héten. A táborozó fiatalok játékos formában tanulták az angol nyelvet, kézműveskedtek és drámajátékokat játszottak. Igazán színes és gazdag hét várja a gyerekeket. Igyekszünk egy kis angol nyelvi élményt is adni a gyerekeknek, úgyhogy naponta két óra angol nyelvi játékos foglalkozások is vannak, és emellett persze minden, ami élmény belefér ebbe az egy hétbe a különböző helyszíneken. Szerdán a Pető tanyára látogattak ki, ahol mesés környezet várta őket. A gyerekek kipróbálhatták a csónakázást, megmászták a kilátót, folytatódott az angol foglalkozás és tanulás, persze minden játékos formába öntve. A hetet városi ünnepség, kiállítás megnyitó és koncertek zárják majd. Többek között Jászfényszarúra érkezik majd az AVS zenekar, illetve a Kovalszki meg a Vega.